te, a tanulka, van, akinek proféta állás képessége, hogy a szellemek elvirálása nagy osztályozul. Más, a különféle nyelvek anyamányát, vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri ajándék. Mindez azonban egy és ugyanaz a lélekbeli tetszése szerint hozva kinek. Miért nem mondasz igen a te saját bőrödhöz, sajátosságaidhoz, képességeidhez, amelyek benned szükséges? Miért vonatkozz attól, hogy egy ember úgy fogadj el, amint előtted áll? Azt a konkrét ember, akivel házasságot kötöttél, azokat az embereket, akik a te gyermekeid, szüleid, akikkel foglalkozásod összegült. Mert ez az evangélium mai örök híre. És minden időben kell, hogy valóság legyen. Jézus szenvedélyesen hív meg minket, hogy önmagunkhoz igen mondunk, hogy embertársainknak elfogadjunk, hogy egymást kölcsönösen elviseljük, mégpedig úgy, amilyenek vagyunk, és nem úgy, amint ezt mi megálmodtuk. Az átváltozás csodája csak akkor.
mert fiam, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltet és megszentelsz mindent, és népet ültesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, tehát Istenünk, a Szentlélek által szentelve meg áldozat adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat neveljük. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyadok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenye az új és török szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kirontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Uram, nem vagyok nélkül,